Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 28-án újra lesz egy misztikus éjszaka, a jó szellemek éjszakája. Ahogy átéled ezt a napot, átviszed jövő év áprilisára. Ezen a napon, 28-án nem csak ez a misztikus éjszaka van, hanem egy portálnap. Kinyílik egy égi kapu a plejádok fele. Én összefűzöm ezt a két eseményt, és egy szertartást tartok, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó, arról most beszámolok ezen a felvételen. Tehát 28-a egy portál nap. Ennek a portál napnak mindig van gyógyító ereje. Azon kívül ez egy finom energiamező, és itt kinyílik egy ajtó, egy kapu a spirituális területre. Azt, hogy mikor vannak ezek a portál napok, azt a maják számították ki, tehát a maja kalendáriumból van. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, azt megtalálod Dendera Susanna Medici néven. A majáknál vannak hullámok vagy reszkések. Ez olyan, mint nálunk a hét, a majáknál viszont 13 napig tart egy hullám. A 13-as szám az egy misztikus szám volt a majáknál, és ők úgy gondolták, ez a szám, a 13, szerencsét hoz. Jelenleg a 2-es hullámban vagyunk. Ez a 2-es szám utalhat párkapcsolatra, utalhat más kapcsolatokra is, vagy bizonyos szerződésekre. A 11-es szám, hiszen december 28-a az a 11. nap ebben a 2-es hullámban. A 11-es szám a mestereknek a száma. Tehát most mesterien megoldjuk a problémákat ezen a napon. Mint mindig minden nap, van egy szimbólum ebben a maja naptárban. December 28-án Kán uralkodik. Kán lefordítva magvakat jelent, vagy hálózatokat. És ez azt jelenti, hogyha ezen a napon valamit elültetünk, illetve kezdünk valami újat, akkor az gyümölcsözni fog. És ez a hálózat jelenti a kapcsolatokat, gyakran az internet kapcsolatokat is. December 28-a az a 4. nap ebben a misztikus éjszakában, a jó szellemek éjszakájában. Ez a nap kihat április hónapra, és ez összefüggésben áll a kos jegyével. Tehát ezen az éjszakán kívánhatsz valamit, vagy vannak bizonyos témák, amire a szertartás is kihat, és ez hasonló, mint ahogy mi ezt átéljük a kos jegyét illetően. Mégpedig most megvan ahhoz az életerőnk, hogy bebizonyítsuk magunkat. Megvan ahhoz az erőnk, hogy legyen egy új kezdet. Sőt, ha mások támadnak bennünket, akkor itt van az erőnk ahhoz, hogy megvédjük magunkat. Ami az egészségügyi témákat illeti,
ez a szertartás segít abban, gyógyít bennünket, ha migrénünk van, vagy fejfájás, azon kívül, hogy a vér kép az jól alakuljon, hogy jó legyen. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Ennél a jóslásnál az a téma, hogy hol van az életutam, hogy milyen kezdet lesz jelenleg, vagy hogyan alakulnak a dolgok, ha én most indítok valamit. Itt bal oldalon van a jelenlegi helyzet, hogy milyen energiával indítasz most valamit, és ezzel szemben, hogy hova vezet, hogyan alakulnak a dolgok, az élet utadon, milyen irányba tekintesz, és hova érkezel el. A jelenlegi helyzet. Vagy ez az új kezdet, az itt látható bal oldalon. Itt van ez a király. Ez utal a férfiakra. Egy bizonyos férfi a te környezetedben. Ez lehet a párod, lehet az apukád, lehet a főnököd is. Itt az érmékről van szó. Ez azt jelenti, hogy ez a férfi segít neked anyagilag, vagy segít neked a munkahelyen. Hiszen az arany érmék, a pénzügyi dolgok összefüggésben állnak a munkával és a hivatással. Amennyiben ez a férfi, ez a király a te párodat jelenti, akkor ő biztos a dolgában, megvan ez a büszke tartás, figyeli a dolgokat, és a kezében az arany érem nem csak az anyagiakat jelenti, hanem a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, vagy mint király elvárja azt, hogy te értékeld őt, hogy ő megkapja a megbecsülést. Itt kezébe veszi a dolgokat, vagy te veszed a kezedbe ezt a botot, és ez jelent egy új kezdetet. Ez a bot, ugyanúgy, mint itt is, jelenti a tűz elemét. Ez jól összefügg a kos jegyével, hiszen a kos jegye szintén a tűz elemét jelenti. Itt lesz egy új kezdet, megvan a bátorság, a lelkesedés. Itt is látható egy új irány, itt ez a férfi a kezébe tartja a földgolyót, az jelenthet külföldi kapcsolatokat is, mint ahogy a portál napnál kán, ami a hálózatot jelenti, az is lehet külföldi kapcsolat vagy internet kapcsolat. Itt a kettes szám ugyanúgy, mint a második hullám a maja naptárból, jelenti a párkapcsolatot, de jelenthet más kapcsolatokat, vagy szerződéseket is. Tehát itt van egy új kezdet, megvan hozzá a bátorság, egy új irány, külföldi kapcsolatok, vagy párkapcsolat, vagy szerződések, de még benne vagy, vagy benne vagytok még egy bizonyos helyzetbe, ami olyan szűkös, amiből ki kellene lépni, és ez a kártya utal erre a felszabadulásra. Ez lehet probléma a munkahelyen, vagy nem érzed jól magadat a lakhelyben, vagy benne vagy még egy párkapcsolatba, de szűkösnek tartod ezt a kapcsolatot, ki akarsz lépni belőle, és itt van az élet erő ahhoz, hogy bebizonyítsd magadat, vagy ő tudja bebizonyítani magát. Ez az erő jelenti gyakran a belső erőt is, a hitet, hogy hinni kell abban, hogy itt lesz egy új kezdet, egy új irány, új kapcsolatok, szerződések. Ha ez a hozzáállásod,
akkor a sors kereke szerencsét hoz, mert akkor a megfelelő irányba fog kimozdulni. És hova vezet mindez a jövő? Az itt látható. A tízes szám szintén egy új kezdetet jelent, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Ez lehet egy munkahelyi változás, lehet költözködés, egy új kapcsolat, vagy egy új irány a párkapcsolatban. De így kezdetben még vannak nehézségek, hiszen sok mindent cipeltek. Valamit el kellene engedni, valamitől elbúcsúzni, vagy valakitől, de az is lehet, hogy ez a nehézség, ez a félelem, amin át kellene tenni magadat. Ez a férfi közeledni fog, átnyújtja ezt az aranykelyhet, kimutatja az érzelmeit, és itt megjelentek egy vonalban, mint egy pár, a király és a királynő, mindketten uralkodtok a víz eleme felett, ami jelenti a mély érzelmeket. Itt megvan a közelség, a bizalom, mondhatnám azt is, hogy összetartoztok. Itt valaki átnyújtja számodra az arany érmét, ez lehet anyagi segítségbevétel, vagy egy jó ajánlat, egy munkahelyi ajánlat, de te kicsit még vacillálsz, tegyem vagy ne tegyem, elfogadjam-e ezt az ajánlatot, igen vagy sem. Ez a kép azt is jelentheti, hogy két lehetőséged van változtatni a munkahelyen, és töprengesz az, hogy melyik munkahely lenne fontos számodra. Amit ez a kép még jelenthet, ha megtalálod a belső egyensúlyt, akkor itt lesznek kapcsolatok és szerződések. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.